Örömében táncra is perdült Hegedűsdé Géza, amint meglátta színésztársait. Ez a társulat mutatja majd be az újszegedi szabadtéri játékok első előadását, a Kék Lila Nyár című darabot. Nagy Sanyival együtt jártam a főiskolára, alattam járt egy évvel. Terihai Péterrel együtt jártam rendezői szakra, osztálytársak voltunk. Fekete Gizi egy évvel alattam járt. Ő gépelte nekem még a szakdolgozatomat. Én diktáltam, ő tudott gépelni jól, és akkor ő gyorsan le tudta gépelni. Az olvasópróba nem volt szokványos. A színészek ugyanis csendben maradtak, és az egész szöveget a rendező Telihai Péter olvasta fel, hogy ne legyen félreértés vagy félrehallás. Voltál mindig ilyen istenemlegető, inkább palackemelgető. A színészek ekkor hallották először a darabhoz megírt dalokat is. Az előrehozott olvasópróbáról csupán erdélyi tíme a hiányzott. A darabban többségében szegedi művészek játszanak. Nagyon szerettem itt játszani, amikor a Liliumfit is játszottuk. Én azt gondolom, hogy nyilván ez ugye a Nagy Szabadtérinek a kamara színpada, vagy a színháza. Tehát nyilván gondolom ide olyan kisebb léptékű előadásokat lehet hozni, de szerintem mindenképpen van rá igény, ahogy eddig az én tapasztalataim is mutatták. És hát természetesen abszolút persze örülök, hogy mindenképp meg ebben a produkcióban is ugye több szegedi van. A Kék Lila Nyár 1959 májusában játszódik, Jávor Pál halála előtt 3 hónappal. A híres magyar színész szerelmi életét boncolgató 2 felvonásos zenés produkciót augusztus 13-án és 14-én mutatják be az Újszegedi Szabadtéri színpadon.